Sziasztok! Arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy most már Tamperében is elérhető ez a bicikli bérlés biznisz, ami lényegében annyit jelent, hogy vannak bizonyos állomáspontok, ahol vannak biciklik, és ez úgy működik, hogy a telefonodra letöltesz egy alkalmazást, esetünkben az Easy Bike-nak az alkalmazását, feltöltöd a virtuális számládat egy bizonyos összeggel, majd pedig az alkalmazás használatával úgymond kioldod a biciklinek a zárját, és már mehetsz is. Hát akkor menjünk is, próbáljuk ki. Tehát, amíg én itt biciklizgetek, azok a kérdések merültek fel bennem ezzel a bicikli kölcsönzéssel kapcsolatban, hogy ezeket ugye itt a szabad ég alatt lerakják az előző ügyfelek, aztán a következő már viheti is, hogy ki az, aki ezeket karban tartja, szóval, hogy működik-e minden fék rajta úgy, ahogy kell, illetve a gumik megfelelő állapotban vannak Szóval van egy csomó kérdés, ami felmerült bennem ezzel kapcsolatban, hogy tényleg ki az, aki a biciklik műszaki állapotát figyeli általában és csekkolja, hogy minden rendben van velük. És ez a kérdés azért merült fel bennem, mert legyünk őszinték, ezek a biciklik nem a több ezer eurós kategóriába tartoznak, szóval hogy hát szerintem nem egy versenybicikli, szóval mint látjátok, ezek a tipikus, szóval az ilyen tipikus városi biciklik, és ebből adódóan nem annyira kellemes őket tekerni. Szóval rájöttem arra, hogy megállunk, mert nem bírom tartani a kamerát. Szóval, hogy rájöttem arra, hogy ezeket a bicikliket inkább tartsuk meg valóban az ilyen vészhelyzetekre, szóval, hogy amikor hirtelen valamilyen járműre van szükségünk, és el kell jutni A-ból B-be, akkor ezekkel a biciklikkel ezt meg tudjuk tenni, de el vagyok szakva a biciklizéstől. De arra azért számítsunk, hogy nem ezek a legjobb biciklik arra, hogy családi kirándulásként hétvégén elinduljunk velük felfedezni a természetet, mert irgalmatlanul nehéz őket tekerni. Most nem is csak mit csinálni, kipróbáltam, és úgy gondolom, hogy fogom és visszaviszem. Oda onnan hoztam. Igen. Úgyhogy addig is sziasztok!